Riogatás, ülésezett Nagykanizsa önkormányzatának humán bizottsága. Az ülés legsarkalatosabb pontja a közétkeztetés 9%-os emelésének kérdése volt. A bizottság fideszes többsége riogatásnak nevezte azokat a sajtóhíreket, miszerint több ezer forintos többletkiadást jelent a családok számára havonta az emelés. Konkrét számokkal bizonyítható ugyanis, hogy az emelés egy ebéd esetében mindössze 23 forint, ami havi összesítésben az 1000 forintot sem éri el. Emellett szó esett arról is, hogy a szabályozás alapján a kötelező minőségi előírásoknak megfelelő élelmiszerek ára indokolja az emelést. Ráadásul a Penzió Kft. Ellátási területén összességében még így is Nagykanizsán lesz a legolcsóbb az iskolai étkeztetés. A bizottság így egy ellenszavazattal megszavazta az emelést.